Először lássuk a mondani valómat egy pillantásra is kifejező infografikáimat. Elitek és tömegek társadalmai és kognitív befolyások. 2023. március 15-én készült. Most pedig, hát nézzük meg, hogy miről is van részletesebben szó. Egy lejátszási listáról, aminek ez a induló, szinte az alapokat kifejező első videója. Ez a kognitív háború nevet viseli, a Sándor Nagycsa, hát így alakult, hogy ilyen angolosan, YouTube csatornán, ami az enyém. Itt alul azt is látjuk, hogy 1523 utáni időszak és a most 2023 után kezdődő merőben más időszakra vonatkozó kognitív háborúról van szó. Részletesebben, ugye vissza kell még itt mennem erre, hogy a kognitív funkciók azok a megismerési, információ feldolgozási és gondolkodási tevékenységek, amelyekkel érzékeljük, felfogjuk és felhasználjuk megszerzett tudásunkat. Ezek a képességek teszik lehetővé az értelmi működést. Ha a gonosz működése szempontjából vesszük ez a jelenlegi helyzet, mint kognitív háború, akkor én azt látom, hogy valójában az egész emberiség ebbéli képességei elleni világháborús támadásról van szó, nem egyszerűen egy amerikai-orosz háborúról. Politikai tipológia Amerikában, liberális, progresszív, ezt hogyan jeleníti meg a mainstream média. Valójában azonban ugye mindenütt úgynevezett tömegek és elitek társadalmak vannak, ilyen típusú, ilyen osztódású. Alul ugye, ma már mondhatjuk még a legalacsonyabb fejlettségű országban is, hogy valamilyen értelemben polgárok vannak. Fölül meg, hát én úgy nevezném, hogy lovagok, ha egyáltalán vissza akarunk menni arra az időszakra, amikor valóban rendi társadalmak voltak, aszerint kialakult rendi társadalmak, hogy a társadalom javai feletti rendelkezéssel olyan rétegek bírtak, akik valamilyen módon a társadalom kezdeti alakulásában és azután a kritikus körülmények között úgymond kivívták érdemükkel azt a jogot, hogy birtokolják, saját tulajdonukban birtokolják ezeket a
lehetőséget és vagyonokat. A tömegben lévők pedig legyenek azok balról vagy jobbról, úgymond a mai értelemben, ezt el kellett, hogy fogadják a társadalmi stabilitás érdekében. Na már most itten vannak szuverenisták, mint nálunk, itt látjuk, hogy a magyar modellről van már szó, Európa legyen konfederáció, legyen nemzeti együttműködés rendszere, ezt vallják a szuverenisták. Vannak persze kozmopoliták, mindig is voltak és lesznek is, ők pedig, hát elsősorban úgy nevezhetnénk őket, urbánosok, demokraták és liberálisok. Ők mindenképpen ezeket a megjelöléseket fogadnák el leginkább. Míg a másik részt ugye inkább úgy, mint egyfajta város- és vidéklapó népieket. Persze hát nem abban az értelemben, mint régen a népies és az urbánus írók mondjuk, de valami módon annak a folyamányaként. És természetesen itten vannak ugye kifejezetten gyűlölködésre utaló jelek, mint a bizonyos O1G szimbólum. Tehát azt is kell mondanunk, hogy vannak gyűlölködők, idézőjelbe, akik viszont a másik oldalon lévő elkötelezzekeket bálványivádóknak tartják, az utóbbiak pedig azt tapasztalták az elmúlt 10 évben, hogy egyre erősödött a kozmopoliták körében a gyűlölködés. Sőt, még az egyszerű város és vidéklakó népieknél is, akik ilyen módon ítélték meg ezt az egész nemzeti együttműködési rendszert, ami ugye beérné Európai Konfederációval, sőt, csak abban tud gondolkodni. És hát végezetül, ha már itt tartunk, nagyon sokan vannak azok, akik igazából úgy lehetne őket jellemezni, hogy ők a vigyfigyelők. Egyszerre szemlélők, fürkészők, érdeklődők, nyitottak, kíváncsiak. Ők azok, akik különböző mértékben, de megfigyelik azt, hogy mi is történik a politika szintérén, és aztán ugye vannak azok, akik hát se egyikbe se tartoznak, a választásokon mennek el legfeljebb szavazni, vannak, akik még ott sem. Tehát egyfajta távol, magukat távol tartó, még a mondjuk a Facebook oldalaikon sem megnyilvánulók. Ugye itten már 8. percben vagyok, az első bevezetés az csak 2 perc volt. Annak alapján önök el tudták dönteni, hogy meg akarják-e nézni a továbbiakat. Hát most elmondom, hogy belépünk a 8. percet, és én meg tovább lépek. Ugye kinagyítva látható az a bizonyos decemberi anyagnak, ami a centrális előtér alakulásával foglalkozott, annak a legjobb ábrája, ami önmagában sokat mondó, hogy a különböző választásokon immár 9 volt, a különböző méretű településeken hogyan alakult a Fidesz szavazatarány. És ugye százalékba kifejezve. És hát itt jobban aztán nem is lehet látni, hogy minél kisebbek voltak a települések, annál magasabb volt a Fidesz mellett szavazók aránya. Ez tehát szinte leképezi azt az egész országra jellemző politikai szisztémát, ami hogy a különböző országos részekre. Minél inkább úgymond a vidékhez közeli az ott lakó, annál inkább úgymond ezekbe a szuverenistáknak a körében érzi magát jól, és egyre kevésbé a kozmopoliták körében. Aztán azon belül ugye, hogy gyűlölködő, bálványivádó, stb., hát azt nem kell részletezni. Na már most maga ez a bizonyos tanulmány, ami decemberben jelent meg a Tárkitól, azt állapította meg, hogy ugye a jobboldali pártpreferenciák és a rurális települések közti erősebb kapcsolatot a hazai és nemzetközi diskurzusban egyaránt megírták már. Ugye azt látjuk itt. Másik fontos megjegyzése, egy sokoldalas tanulmányról van itt szó, az új szerkezet már 2002-re kialakult, ami azt jelenti, hogy a centrális erőtér kialakulásának egyik fontos előtfeltétele már létrejött a NER megjelenése előtt közel 1 évtizeddel.
Ugye, tehát a NER az valamikor itt jelent meg, és hát láthatjuk, hogy már a 2002-es választásnál, meg a 2006-osnál ugyanúgy, ezt a bizonyos szerkezetet az előző állapothoz képest, ugye, amikor még a Fidesz egy marginális, egy kis párt volt, és nem lehetett a centrális előtéren lévőnek nevezni, hát már akkor ez megalakult, tehát a 2000-es években, ugye? Na már most, hogyha egy kicsit jobban megnézzük, mit állapítottak meg, az egyik oldalról azt, hogy már 2006 és 2010 között a bal oldal, ami korábban ugye itt egy jelentős szavazati képviseletet szerzett, ez elvesztette szavazóit különböző módon. Itt jelezném, hogy ezt a bizonyos képi anyagot, ezt megtalálják a videó leírásában, egy letölthető PDF formájában, tehát itt ezt már nem fogom elolvasni, a többi esetben se fogok felolvasni ilyen szövegeket, önmagában látható például ebben az esetben, hogy az ellenzéki koalícióra inkább a baloldali vidékeken, most az inkább baloldali, ezt ugye az eddigi választási tapasztalatok alapján mondja a tanulmány, az hajlandók voltak az ellenzéki koalícióra szavazni 2022-ben, hiszen a 2022-es választások zárták ezt a 9 választási időszakot. Még az északkeleti országrész szavazói, aki ugye az előző 2018-14-es stb. Választásokban, a 2000-es években, tehát az Gyurcsány korszakban választásokban elvesztette szavazóit, és az északkeleti részben, az ország északkeleti részében a Jobbik, még Bara megyértésére Fidesz vitt el, és azzal gyarapította a saját szavazatait. És itt ugye bekövetkezett 2018-ban a Mi Hazánknak a megjelenése, meg az, hogy a Jobbik beállt a koalícióba, és ennek következtében ez a szavazat is elnyerhető volt, amit a kormánypárt szerzett meg, ezzel is érte el azt a példátlan szavazatarányt, ami és kialakult egy hihetetlenül stabil politikai rendszer. Na már most csak itt megjegyezném, egy ilyen speciális a szavazatarányokra vetített görbék segítségével, hogy ugye a kisvárosok állnak valahol középen, hogy ott egyre jobban tudta, de csak átlagosan növelni a szavazatarányát a Fidesz. És hát a 2000 alatti településekben, fő alatti településekben, meg a 10.000 fő alatti településekben ennél lényegesen jobban. Hát a 20.000 alatti kisvárosokhoz képest pedig az 5.000-nél kisebb kisvárosokban még egy fokkal kevésbé, de kevesebb szavazatot kapott, de ennél is kevesebbet nem az 50.000-nél nagyobb városokban. Na már most, ha nézzük ezt a bizonyos amerikai politikai topológiai ábrát, ugye itt már a 13. perc, 30 másodpercénél tartok, itt érdemes ennek a Pew Research Centernek, ami mindenféle felméréseket végez különböző dolgokra Amerikában, egy 2021. júliusi ábrájának egy részét nézni, ami megmutatja, hogy hogyan nevezték ott a különböző oldalakat, mik voltak az aktuális megnevezései, ugye konzervatívak, populisták, itt a másik oldalon a demokratikus fősodorhoz tartozók, úgynevezett berendezkedési establishment liberálok, liberálisok, és hát legutolsóban a leginkább szélsőséges szavazóréteg az úgynevezett progresszív baloldaliak. Ugye átlagban pedig a demokratikus szavazók, illetve az net lean, tehát a sima demokratikus szavazók, tehát akik nem olyan nagyon kardoskodnak a demokrata párt mellett, ugye a demokrata pártról van szó, azok között így oszlottak meg ezek a különböző szintű vélemények. Na már most lényeges, hogy azt is megkerestem, hogy és mi van ennek az oldalnak a újságokban való megjelenésével. Ezt azon keresztül tudom itt illusztrálni,
hogy a úgynevezett progresszívek, ugye, tehát a legszélsőségesebben, úgymond az egyik oldalon, a demokrata pártnak az egyik oldalán lévők, azoknak a progresszívként, és hát részben ugye úgynevezett berendezkedési liberálisokként való jellemzése, az erősen növekedett az években, egyre több az ilyen demokrata párt politikusat egyre inkább ezzel a jelzővel, vagy ezzel a minősítéssel illették Amerikában. És nyilvánvaló, ezt miért mutatom meg? Azért, mert ugye egy globális világban élünk, és azt tetszik, nem tetszik, amit képvisel az, hogy úgynevezett berendezkedési liberális, de különösen egy progresszív liberálisok, ugye itt az LMBTQ például egy ilyen dolog, ami már egy politikai korrektségnek, helyes politikai megnyilvánulásnak az elvárása lett ennek a változásnak a következtében. Erre akartam itt ezzel a infografikával fölhívni a figyelmet. Persze van a másik oldal is, és a Pew Research Center arra nézve is, ugye itten azokat, akik a republikánus pártra, vagy a sima republikánus, tehát elkötelezett republikánusoknak, vagy sima republikánusoknak vallották magukat, azoknál ugye szintén látjuk, hogy ennek homlok egyenest ellenkező a megoszlása százalékosan ezek kategóriák szerint. Itt ebben most nem mennék bele, hogy itt is vannak nyilvánvaló kisebb, vagy tehát populista jobb oldalnak nevezett, sőt, vannak ez az ambivalens vagy jobboldaliak. De vannak aztán ugye az elkötelezett konzervatívok, ezek voltak a popularista jobboldaliak, akik ugye kvázi egyszerű szlogenek mentén is gondolkodnak, befolyásolhatók nem utolsó sorban, hiszen a kognitív befolyásolásról is kell, arra is kell gondolnunk, amikor itt beszélünk, és vannak azok a úgynevezett face and flag konzervatív, tehát hogy a hit és a zászló mellett elkötelezett konzervatívok, akik hát ugye legalább azt a fajta ideológiai töltettségű konzervativizmust képviselik, amit itt a progresszív jobboldaliak. És hát ezeknek a legújabb, nem ezeknek, hanem ugye hát a legjobban elkötelezett politikusoknak, republikánus párti politikusoknak, ugye van egy rendszeres összejövetelező, egy CPAC, volt Magyarországon is először tavaly, annak az idei amerikai kongresszusán, ugye ez volt az alap szlogen, hogy awake, not woke. Na most ezt magyarra lefordítjuk, ugye ezek egy végletekig leegyszerűsített politikai percepciók, azaz vélekedések arról, hogy ki mit képvisel. Ha ezt a bizonyos republikánus oldali, ugye amit nem véletlen az evéket teszi a zászlajára, azt lefordítjuk, az ébredés szóval határozhatnánk meg azt a bizonyos awakeness-t, amit ők szeretnének, ha minél jobban érvényesülne Amerikában. A másik oldalat pedig a not woke, tehát ők nem akarnak a wokeness-t, a ráébredés, így nevezik elfogadottan, ezt a bizonyos woke mozgalmat, ami ugye itt megjelent az utóbbi években, és még mint mozgalom szinten, tömegmozgalom, tömegpropaganda, stb. Így megjelent, hogy a ráébredés határozza meg a demokrata pártot, amit hát ők, akik az ébredés mellett vannak, ők ezt nem szeretnék, nagyon nem szeretnék. Na most nálunk persze ilyenek nem nagyon vannak, vannak ezzel szemben azok, amiket az elmúlt 10 évben bőven volt alkalmunk megtapasztalni. Itt egy 2018. december 16-ai Twittert látunk, egy bizonyos Guy Verhofstadt, azt hiszem jól eltem, ő az Európai Parlamentben ebben az időben az ALDE nevezetű pártcsoportosulásnak volt a vezetője, ez az Alliance of Liberals and Democrats. Tehát nagyjából megfelel annak, amit Amerikában a progresszívek jelentenek.
Na most itten ehhez jelenleg két párt tartozik az ő oldaluk szerint, a mostani állapot szerint. Az egyik a úgynevezett liberálisok, de ezt a Magyarországon, de a liberálisok hát gyakorlatilag nem működnek. Egyszerűen nem működtetik se a weboldalukat, és hát még meg kell mondanom, hogy az elnökük is, már jó ideje, a budapesti önkormányzatban ugyan működik, tehát politikailag jelen van, viszont az a DK-nak a frakciójában ül. Tehát nyugodtan nevezhetnénk őt DK-soknak. Na most, ugye Magyarországon persze tudnunk kell, hogy bekövetkezett egy ilyen O1G nevezetű politikai szlogen, aminek ugye az egyik ez a akkori hirdetés oszlopra egy bizonyos Simicska nevezetű korábbi rendszerlovag, tehát a NER lovagnak a dühött felirata révén terjedt el ez az O1G, azonban ez nem csak azt jelenti, hogy G ez, hanem közben kiderült, hogy az jelentheti azt, hogy génius bármi. Na, ezért, hát ez egy érdekes szlogen, ami ilyen értelemben már gyakorlatilag mindkét oldalnál ez valahol megjelenhet, idézőjelben a bizonyos szuverenisták oldalán jelentheti azt, hogy hát génius, annyira jól képviseli Orbán ezt a bizonyos szuverenizmust, amit a NER, stb. Fejez ki, hogy hát ezért nyugodtan lehet őt géniusnak nevezni. Persze Guy Verhofstadt arra visszatérve azt kell látnunk, hogy maga ez a párt összesen 64 európai parlamenti képviselővel rendelkezik, 705-ből, ez 9%-a ugye az Európai Parlament képviselőinek. Na már most itt vannak azok a képviselők, hogy milyen országoktól érkeztek ezek. Ugye ezért írtam ide azt, hogy tulajdonképpen ez a párt család, ez a Benelux központú globalizációs föderalizmusnak szembe a konfederalizmusnal, amit ugye a Orbáni oldal képvisel, a legmarkánsabb megtestesítője. Hát nem véletlen, hogy Luxemburg, ami ugye itt a legtöbb ahhoz képest, hogy egy 600 ezeres kis ország, egy hatalmas arányú két képviselőt tudott küldeni, ami szerintem az szinte az összes luxemburgi képviselet lehet. De ha megnézzük, ugye Dánia, Észtország, amelyik hát azért nagyobb Luxemburgán, olyan 1,2 talán lehet az ottani képviselők szám, stb. Tehát itten valamelyest ugye a betűméretek megválasztásával azt próbáltam érzékeltetni, hogy hát mely országok, hogy is mondjam, képviselik leginkább ezt a fajta megközelítést. És hát támogatják az Európai Parlamentben azt a fajta, ha amennyiben ez egy ellenzéki az adott országban megnyilvánulást, amit maga ez a mozgalom, Európai Pártcsalád mozgalom képvisel, és aminek a kifejezetten harcos, de korábbi holland miniszterelnök vezetője, hát az aztán végképp, mint vezér is megtestesít. Igazából ma két képviselője van Magyarországon, a Momentum nevű fiatal pártól, a Donát Katalin és a Cseh Katalin, amelyeknek mind a kettőnek érdekessége, hogy ezek külföldön születtek, és így tovább, és így tovább. Tehát végképp a kozmopolita meggyőződést vallják, hiszen kötődnek ma is nagyon erősen külföldhöz a szüleik és egyéb kapcsolataik révén. Ez jellemző az egész pártra, mármint a Momentumra. Szellemileg mindenképpen, és hát ugye fiatalok, tehát, és amit pedig itt hirdet, ugye ez a bizonyos Guy Verhofstadt ezzel a képpel, hogy hát a embereknek elegük van Orbánból és társaiból, vissza kell őket szorítani, és hát kezdjünk el követelni egy szabad médiát. A ti helyetek, barátaim, itt van az Európában, hát hozzátok oda Magyarországot, be is teszi szépen az ONG jellemzést. Hát nyilván ezt az egészet, hiszen ő maga honnan tudta volna, hogy el mögött mi áll, bár nyilván most már akkor tájékoztatták róla, meg maga is, hát ezzel teljesen egyetértett, hiszen ennek a bizonyos gének, gondolom, hollandul is van megfelelője.
Na már most, hogyha azonban meg kell néznünk, ott is, hogy ki hiányoznak ebből a pár családból. Öt ország hiányzik, nagyon érdekes, Olaszország, ami ugye önmagában hatalmas, de Görögország, Portugália is nagy, és még hát ott van Ciprus és Málta is, ez összesen 82,5 millió lakos, a 448,5 millió összes Európai Uniós lakosból. Ugye ez 18,4%, tehát láthatjuk, hogy ami ugye azt jelenti, hogy 81,6%-át az Európai Unió lakosainak valamilyen értelemben egy-egy európai képviselő ebben a pártcsaládban képviseli, de hát azért összességében az egész Európai Uniós parlamentben ez csak az a szélsőséges csoportosulás, ez egy nagyon minoritásnak minősül. Az más dolog, hogy ott a többiek is az utóbbi időben, pontosan amiatt az amerikai hatás miatt, amit az előbb kimutattam, teljesen ugye felzárkóztak az ALDE mellé, és már ezeket szinte semmi sem különbözteti meg. Az Európai Parlamentben ilyen értelemben, legalábbis amerikai értelemben, az amerikai politikai rendszer értelmében konzervatív képviselők valójában már nincsenek is. Ezt jól mutatja, ugye, hogy az ALDE-nek milyen hatása volt, hogy ekkor ugye itten gyakorlatilag láthatjuk, hogy 2018. november 6-ról van szó. Az az állítás, hogy Orbán az európai adófizetők pénzét használja, és hogy ezzel az embereket az Európai Unió ellen fordítsa, hát ez basszalásan nem igaz, Magyarország az egyik legelkötelezettebb támogatója az Európai Uniónak, persze csak abban a bizonyos konföderációs értelemben, és nem abban a föderációs értelemben, amit Guy Verhofstadt és társai szeretnének. És hogy felépítsen egy korrumpált, illiberális államot. És ez a mi válaszunk, adta meg Twitter üzenetében 18 novemberében Guy Verhofstadt, és kevéske pénzt erre fordított is, hogy egy ilyen angol nyelvű plakátautó vontatmány ugye ezt a dolgot képviselte. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy angolul ezt, hogy mellékeltem, hogy ez a kisméretű kampány, ez tulajdonképpen válasz egy ilyen utóbbi kampányra, amit akkor folytatott maga az Orbán kormány, amiben a Sargentini Juditot és Verhofstadtot, mint Soros Györgynek a szövetségeseit állította be. És ilyen értelemben ellenük foglalt állást erőteljesen, egy nagy plakátkampány keretében. És hát még oda tartozott egy videóklip is, hogy amikor Verhofstadt a migrációról beszélt, de ugyanakkor úgymond a lényeges részét a beszédének azt megkivágták. Tehát kvázi torzított, ugye ez az állítás. Na de hát ez egy plakátkampány, legalább annyira, mint ő meg ugye levágta ezzel az állítással, amit itt kifejtettem. Na, de hát ha már itt tartunk, nézzük meg, hogy a korrupció az valójában ennyire csak a, úgymond csak a Magyarországot jellemzi, ezt a bizonyos Orbáni Magyarországot? Hát kérem szépen, az igazság, hogy nem, sőt, annyira nem, legutóbbi időben ezt magunk is erről hallottunk, hogy voltak bizonyos ilyen korrupció ellenes intézkedések az Európai Bizottságban, de ennek legeklatánsabb része volt a vakcina adagok vásárlása illegális, nem jogos módon, de viszont erről a média, a fősodrású média nem mond semmit. És hát persze van olyan média, ilyen például a Simon Mursa által vitt Free Press, tehát szabad sajtó,
amelyik ugye egy cikket tett közzé, aminek az a címe, hogy Corruption in the EU stings to the core, the ties of Ursula von der Leyen and her husband Heiko with Vic Parma, 2022. december. Ugye, tehát ez egy nagyon friss valami, ami kifejti, hogy valójában milyen tényszerűen a korrupciónak mivel, milyen mértékű. Na már most, hát én ezt azért lefordítottam, ugye itt szó van arról, hogy ki is ez az Ursula von der Leyen, kiderül, hogy a férje, aki már sok éve ennek a Organesics nevű vállalatnak, biotechnikai vállalatnak, ami a génterápiást alkalmazó Pfizer és Moderna vakcinákra szaposodott, ennek a, ugye a férj, de 2019 óta, tehát még a 2021. szeptember óta betöltött biztonsági bizottság elnöki pozíciója előtt, jóval, két évvel, tagja úgymond a cég tudományos tanácsának, mivel ugye hát ő orvostudományból doktorált, nőgyógyász volt talán valamikor egy időben. Na már most, hogy honnan, ugye itt el lehet olvasni, mint mondtam PDF-ben, hogy honnan is jött ez a Heiko nevezetű férj. Ha magyarra lefordítom, ugye itt van, az Európai Unióban a korrupció a velei bűzlik Ursula von der Leyen és férje Heiko kapcsolata a Big Pharmával. Tehát a mega, az óriás, a nevezhetjük akármi gyógyszergyártó cégekkel. Ez a cikke megnevezése. Na már most, ha jobban megnézzük, ugye már annak idején óriási ellenpropaganda indult meg a vakcinák ellen. Ezt sorozatban egész Európában visszautasították különböző mértékben. Nálunk még a leginkább, hogy sem toleráns volt ezzel szemben a kormányzat. Minden esetre máshogy nem ilyenek voltak. És hát Németországban különösen. És kérem szépen, most már odáig jutott a dolog, hogy kénytelen a március 12-i tweet egy német parlamenti képviselőtől, aki egyenesen azt mondja, hogy hihetetlen, Karl Lauterbach, ő az a bizonyos egészségügyi miniszter, beismeri a koronaoltás súlyos mellékhatásait, és idézett elkeserítő sorsokról beszél. A közelmúltig azt állította, hogy nincsenek mellékhatásai, ezért kényszer, tehát eleve kötelező oltásért könyörgött. Azonnal mondjon le. Ez egy az EDF nevezetű fősodrású tévécsatornán vele készült interjú alapján mondja ez a bizonyos képviselő. Ez szerencsére lefordításra került egy napra rá, hogy megjelent ez az interjú magyar aláírásokkal. Tamás Lehota, ilyen angolosan írt Facebook oldalon, meg lehet nézni a Facebook, az ő Facebook oldalán. Mégpedig attól a résztől, ahol ez a mondat hangzik el, ettől a bizonyos miniszterről, hogy az oltási károsodásokat elismerő, tehát úgymond ennek elismerésnek következtében kompenzációkat, további segítségeket szükségszerűen hajlandónak mutatkozó állami eljárásrendszer, tehát az ilyen eljárásokat fel kell gyorsítani, és lassacskán úgymond tisztább képet kapunk. Hát magyarul, hogy úgymond milyen súlyosak ezek a károsodások, és egyáltalán hányan vannak. Tessék ezt megtekinteni. És hát azóta azonban Ursula, mármint ennek a von der Leyen féle Ursulának, nem annak a Ursula nővérnek, amit egy Dr. Buvo nevű filmbecskéből, ugye megismertünk és jól szórakoztunk azon sok-sok éve, évtizede. Ennek a galátsága, mert egy galád nőről van szó, tovább gyarapodott azzal, hogy a Pfizernek nem kell és nem is akarja visszavenni a rengeteg túlrendelést, ami magyarul az Európai Unió nyakán maradt. Ezt minek tekintsük? Sátáni szerződéskötésnek? És az állításom az, hogy nagyon is annak tekinthetjük. Ezért van itt egy ilyen sátáni, zöld háttéren az egész, ami ugye a méregzöld. Ezt fejezte ki mindig is, gondolom csak Shakespeare-re. Na már most
ha megkerestem, hogy na és Magyarországon mi jelent meg ezzel kapcsolatban, ugye az, hogy a legújabb típusú vakcinák hosszú távú hatásai még mindig tisztázatlanok, mondta a pénzcentrum, ami hát ugye nem egy ilyen oltás ellenes orgánum. És hát itt még azt mondja ugyan, hogy az egészséges páciensek számára a vakcinázás nem hordoz nagyobb kockázatot, mint a fertőzés. Oké, de ugye itt is van az a méregzőlel szedtem ki, jelen tudomás, tudásunk szerint. Hát mi van akkor, hogyha később kiderül? Hát ennyit erről az ilyen COVID kapcsán bekövetkezett óriási kampányokról. Na már most ezek a szerződések titkosak voltak, sőt, mivel a megkötésük a két fél közötti SMS-ekkel és telefonhívásokkal történt, ezt úgymond nem is találják, mert eltűntek. Hát persze az ilyenek nem tűnnek el, és joggal kérdezi meg ez a bizonyos szerző, az a Free Press szerzője, hogy hát igen, nem véletlen, ugye? És hát miért? Azért nem lehetséges megállapítani, hogy mi volt ezekben, és milyen feltételek mellett kötöttek, ha egyáltalán voltak normálisan megfelelő feltételek ilyen típusú szerződéskötés esetén, hogy a Pfizer fizetette jutalékot, és mennyit, és kinek. Mert hogy egyébként ugye, ha megnézzük, akkor valahol itt egy 36 milliárd dolláros üzlet volt az EU-val, amit egyszerű módon bonyolódott. Hála ugye Ursula von der Leyen jó Pfizer kapcsolatainak, és 760 millió jutalékot, dollár jutalékot tett valaki zsebre, és joggal fogalmazza meg, hogy korábban a fiának, viával kapcsolatosan volt egy ilyen összeférhetetlenség. Hát a bizonyos tanácsadó cégek közül a McKinsey, az a úgynevezett tanácsadók cégek, amire egy nagyon jó könyv jelent meg, ugye, hogy Dangerous Company címmel ajánlom mindenkinek elolvasni. Hát ez a McKinsey, és nekem magamnak is a 2000-es évekből van bizonyos tapasztalatom ezzel kapcsolatban, sőt a 90-es évekből, hogy ez a McKinsey hogy dolgozik. Hát jelentős jutalékokért. És minden esetre ez a fiú részesedett a cég nyereségében, amikor ugye a Bundeswehrnek adott tanácsokat, amikor az anyja a kormányvédelminisztere volt ott. És hát nem véletlenül jelent meg éppen mostanában a The Time magazinban az, hogy Ursula von der Leyen Európa szuterhatalmi közvetítője, kijárója, tehát ahogy angolul mondják, Europe's Power Broker. És egy ilyen közvetítő utána néztem, ugye az interneten, a jutalék akár, tehát egy ilyen mértékű közvetítő, a jutalék akár 70%-át is elkérheti webinformációk szerint. Mindegy, ami az Európai Unióban van, hát ennél jobban semmi sem bizonyítja, hogy a korrupció az minden más országban meglévő korrupciónál is nagyobb. Nem csak az összegében, hanem egyáltalán a pofátlanság, a galátság, stb. Értelmében. Így van. És közben mellesleg ugye még itt egy megjegyzés. Hát ezt érdemes ugye a PDF-ben ezt elolvasni. Na de térjük vissza ez a Verhofstadt úriemberhez. Ugye legutóbbi február 22-i idén február 22-i tweet üzenete, ugye azt mondja, hogy Orbán még mindig szabotál, el kell venni szavazati jogát. Mert hogy, ugye ezt a Twitter üzenetet a politikai cikknek alapján, arra hivatkozó ugye, Twitter üzenetet továbbította szerte a világban, látták ezt 108 ezeren ezen keresztül, hogy a balti államok és Lengyelország szankcionálnak a gazdag oroszok családtagjait, de az Európai Uniós diplomaták szerint Magyarország ellenáll. Tehát ugye még mindig szabotál Orbán, el kell venni végre nem csak Orbán, de ugye az ország szavazati jogát. Hát elég érdekes ugye a progresszív, liberális megközelítés. Nem véletlen, hogy a kínai China Daily-nek egy ismert és nagyon jó karikaturistája Tsai Meng, ugye tavaly december végén nem véletlenül ezt jelenítette meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok a teljes világot a politikai korrektségnek, a PC-nek a fegyverével szegezi szembe. Hát ugye ez mindent elmond.
Na már most nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a bizonyos, ugye itten, ha visszamegyek, most vissza kell mennem, mert itt szó van, hogy ugye itten Putyin kutyájának nevezi Guy Verhofstadt Orbánt, vagy kiskutyájának. És hát persze, ugye hát mindig is az volt, hogy Putyin az egy nagy kutyabarát, amit én csak annak gondolom, hogy ő egy őszinte a többi élőlény szerető ember. Ez ugyan a úr Gyurcsány Ferencnek a kutyája, a Totó, akit egy ugye 2006-ban, amikor ide látogat, ugye ottan meghívta mármint Putyin, még az ő kormánya idején, akkor ellátogatott az ő rezidenciájában, mármint Gyurcsány rezidenciája, és ott találkozott Putyin, és tetszett neki ez a bozontos puli kutya. De hát a Gyurcsányról tudjuk, hogy neki aztán voltak olyan megnyilvánulása, ami azt mondja, hogy legalább annyira az ördög, a sátán képviselője a politikai gyakorlatába. Putyin persze, ugye ez a tipikus kép, amit a japán miniszterelnök, akit azóta meggyilkoltak, az is egy érdekes történet, mert ő valahogy az Oroszországgal való kibékülést akarta elősegíteni. És hát onnan kapott egy japán kutyafajtát, és hát ez az egyik kedvence, azóta így megnőtt. És hát ahonnan ugye ez származik, ez a bizonyos kép, az előző, az egy Orbán Putyin pompom lánya. Tehát itt nem kutyának nevezi ez a cikk, ez egy angol cikk, én lefordítottam. A címe ez, hogy Orbán Putyin pompom lánya, kövesd a pénzt, vagyis kövesd a pénz útját. Én nem mennék bele különösebben, csak erre hívjam fel a figyelmet, hogy ez a cikk azt elemzi, hogy vajon mi vezetett ahhoz, hogy Putyin ennyire, vagy Orbán ennyire Putyin melletti politikus lett, miközben a korábbi politikai karrierje az egészen másról szólt. Na már most aztán itt van ez a keleti nyitás politikája, amit itt az itteni állítások szerint Matolcsy György győzte meg, a mostani bankelnök, nemzeti bankelnök, hogy a 2008-as pénzügyi válság a világ gazdaság komplex átalakulásról vezet, kelet felemelkedésű és nyugat hanyatlásával. Tehát, hogy racionális indok, mint racionális indok, ez állhat a Orbáni éles váltás mögött, ami ugye bekövetkezett a NER-rel, na már most. És hát ugye itt rögtön meg is jegyzi ez a cikk, hogy ez azonban teljes kudarcot vallott, érdekes megállapítás, próbálja azt adatokkal is igazolni, csak ideig csak úgy odavetve. Minden esetre ezt már ilyen méregzölddel, sátáni méregzölddel kiszedtem, hogy ahogy Brüsszelbe felerősödött a nacionalista, populista kormánya, és annak illiberális irányzata elleni kritika, a Moszkvába utazás kevesebb konfrontációt, kevésbé nehéz kérdéseket jelentett a média szabadságról, vagy a demokratikus hitehagyásról. Kevesebb ideológiát, több pragmatisztus. Hát ugye ez már magában ez a két mondat mindent elmond, hogy mit képvisel ez a cikk. Sőt, odáig megy, hogy Orbánnak tetszik a közép-ázsiai rendszer, ahol családi vállalkozásként vezetik az országokat. Ez volt külügyminiszterünk, Jeszenszky, mégpedig az Antal kormánynak a külügyminisztere mondja, aki szembe fiával, aki egy elkötelezett NER mellett kiálló média szereplő a maga módján, ő tehát ezt nagyon elítéli, mert hogy úgymond ezt akar átvenni Orbán, az, hogy családi vállalkozáson működtessé az országot. Aztán egy ilyen cím alatt arról beszél a cikk szerzője, hogy vörös szőnyeget terítettek Putyin elé. Egyre inkább Putyin trójai falovaként is bélyegzik ezért az Európai Unióban. Tehát akkor fölhívja arra a figyelmet, hogy már Kelet-Ukrajnában már halálos csaták voltak, és akkor látogatott ide Putyin. Arról nem beszél, hogy miért voltak ott ilyen csaták. Egyáltalán semmi oka nem volt annak, hogy magyar kormány vörös szőnyeget terítsen ki, sőt, éppen ellenkezőleg, és itten ugye még egy utasszállító gépnek a lelőléséről is beszél, a megszállt kelet-ukrajnai területe felett, mármint a Donbass medencei
felkelők által megszállt terület felett. Ami már érdekes, hiszen hogyha itt halálos csaták folytak, akkor az ukrán légirányítás vajon miért engedett be egy utasszállítót, ugye? Hát ez egy érdekes dolog. Erről már itt se itt nincs szó, de egyébként se volt sohasem szó. És akkor ugye itt ismét kénytelen vagyok méregzöldet alkalmazni, hogy a nagy nemzetközi feszültségek közepette, ugye, mivel ugye 2022. február 1-én Moszkvába látogatott közvetlenül az orosz agresszió előtt, ismét Orbán volt az, aki Putyin mellett jelent meg. Keveseket győzött meg, hogy Putyinnal folytatott csúcstárgyalásokat először pusztán gazdasági megbeszélések lehet, majd békemisszióként próbálta eladni. Hogy nem, és ezt még egy Rász András nevezetű, egyébként hát egy normális átlag szakértő is megkérdőjelezi, és ez az ő, hogy is a nyilatkozata ide bele van téve. Aztán itt egy eleve egy megfogalmazás, hogyha ugye lenne orosz invázió, és akkor ugye, amit már belengetett annak a potenciális bekövetkeztére Ursula, hogy akkor robosztus és átfogó szemben vezetnék be, hogy valahol akkor se vétózná meg Oroszországgal szembe. Hát tudjuk, hogy nem vétózta meg, de ennyire rögtön feltételezték. És itt egy Jeszenszky vélemény, ugye, hogy hát nyugodtan ingadozni kell, úgy, mint például a románok ezt mindig is tették, mert az ingadozás az nem jó stratégia. Tehát amit az románokat segítette abba, hogy ugye ők nálunk sokkal sikeresebben jöttek ki a második világháborúból, az Magyarországnak nem jó stratégia. Mert hogy hát a rossz oldalon köt ki, hát igaz, hogy a románok az időbe kiléptek, és talán ennek köszönhetik azt, hogy a jó oldalon kerültek ki. És úgymond az oroszok nem értékelik a szolgalelkűséget. Hát ez egy érdekes meglátás, hogy ugye Jeszenszky részéről, na mindegy. És paradox módon, ugye izébe szorult itt miért, de ugye az anortodox álláspontot hangsúlyozza a cikk. És hát a Gazprom szerződés, ami alapján azt mondják, hogy ezt nem ismerjük, de hogy Magyarország nagyjából annyit fizet szerintük, mint az európai átlagállam. Én nagy betűkkel szedtem azt, hogy itt rögtön egy szinte egy vád lista van az egész neres külpolitikánkkal kapcsolatban, és ismét a keleti nyitásra visszacsatolva. És de minden esetre végső soron azt fogalmazza meg ez a cikk, hogy a magyar-orosz kapcsolatok valószínűleg kevésbé az illiberalizmusra, a konzervatív testvériségre vagy nyugat-kelet közötti egyensúlyozásra szólnak, mint sem ugye a kormányhű vállalkozóknak a magyar adófizetők terhére történő hatalmas pénzátutalásokról és nyereségekről. Én miközben az egész kapcsolat az egy egyenlőtlen házasság, amiben az oroszok nyernek, mi megveszítünk. És akkor itt még van egy, mert ide beraktam, ez a cikknek az eleje, ezt, ugye így következett itt, most már sajnos 48. percbe tartok. Nem akartam azzal félrevezetni ezt az egészet, de valójában így kezdődött, hogy Putyin főszövetségese lett, és itt ugye február 16-án jelent meg ez a cikk. Tehát még a február 24-i orosz agresszió invázió előtt egy héttel, és hát ugye itt össze a 89. júniusában mondott kifejezetten orosz ellenes, vagy hát akkor még szovjet ellenes beszédet, itt orosz csapatoknak nevezi, a cikk szerzője azzal a politikai térre ugye magát pozícionáló fiatal Orbán, két évtized hű maradt Európa párti Kreml ellenes álláspontjához, és a 2022. február ugyanaz az Orbán tétlenül nézte, és ez nagyon lényeges, tehát ezt megint itt méregzőbe vettem, hogy miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök a nyugatot szitta, és arról fantáziált, na ez a döntő, hogy visszafordítsa a helyzetet 1997-ig. Ugye ez fantázia, mert hogy ennek semmi alapja, ez csak az oroszok nevetséges elvárása, hogy úgy mond ezzel a NATO közép-európai bővítését Moszkva felé provokációnak minősítse. Hát arról szó sincs, hogy itt a 1997-től, vagy azután már egy évvel, ugye
NATO-hoz csatlakozott közép-európai bővítés, az úgymond álljon vissza oda, hogy ezek az ország, beleértve Magyarország, ugye kilépnek a NATO-ból. Ki kelljen lépniük, mert az oroszok ezt akarják. Az oroszok valóban akarnak valamit, de csak azt, hogy a fegyvereiket, nem utolsóban a rakétafegyvereket ne helyezzék el ezen az országoknak a területén. Na ennyit erről. És hát nem kell azon csodálkoznunk, hogy nem sokkal rá, aztán ugye nem sokkal rá, hát ugye ez egy évvel azelőtt jelent meg, tehát még a invázió, agresszió előtt, és most pedig megjelent egy teljesen másik, egy úgynevezett trend report, amelyik március 1-én, ami ugye összehasonlítja itt a 2021-ig zajló időszakot azzal, hogy itten, és ez, amit szavakban megfogalmaz, hogy a blokk talán legnagyobb egzisztenciális kihívása, mármint a V4-es blokk, Lengyelországnak, és megint ezt kénytelen voltam méregzölddel kiszedni, kevés ideje van Orbán képmutatására, miközben Csehország és Szlovákia külföldön visszatért a nyugati pályákra. Magyarország továbbra is elszigetelt, a másik három tag pedig továbbra is elhatárolódik nemzetközi porondon Orbántól. Alacsony kapcsolatokra szorult vissza az addig fontos együttműködés. Magyarul, ha ennyire, és itt magyaroknak, Magyarországnak volt még 2021-ben is, ugye a nyilatkozatok szerint a legfontosabb ez a visegrádi csoport, abban belül egy nemzetközi együttműködés. Úgymond, hát ez bizonyítja az ez a cikk, hogy az most tulajdonképpen ezzel a magatartással Orbán a magyar nemzeti érdekek ellen dolgozott és dolgozik, különösen az elmúlt egy évben. Na már most megnéztem, hogy ugye, amikor ezt erre hívta fel a figyelmet Inutai Edita, aki ugye ugyanannak a szerzőjének a cikknek, ez az állítás mondja, hogy 2023 kevés reményt kínál a közeledésre, tehát kész befelegzett annyi a visegrádi együttműködésnek. Itt meg már egyenesen arról beszél, ugye, hogy ki tudja-e rúgni egy március 13-ai Twitterében az orosz kémbankot, vagy Oroszország diktál. Hát ennyit arról, hogy ugye nyilvánvaló, hogy ez az Inutai Edit, bár meg kell mondanom, hogy azokkal a cikkekkel összehasonlítva, amiket megjelentetett a magyarországi politikával kapcsolatban ebben a bizonyos reporting democracy, a demokrati szó, amit itt elfedez a rész, azt én zölden itt beraktam, hát ez is egy ilyen, mint hogy is mondjam, ez egy szervezet, aminek ez a, hogy egy ilyen report, amiből ugye vannak, ez a RD, Reporting Democracy, ez a BIRN nevű tehát egy ilyen úgynevezett balkáni információs report, ami a korábbi Balkan Crisis Reportból keletkezett, ugye milyen országokba jut el, hát ez önmagában nyilvánvaló, ja, Balkan Investigative Reporting Network, úgymond független, ugye, ez a dolog lényege. Csak adományozók támogatják. De hát az adományozók, kérem szépen, itt van elsően az Európai Bizottság. De mondhatnák az Európai Unió montenegrói küldöttsége, amelyek hát ugye abszolút a Verhofstadt jellegű elkötelezettek. Az Osztrák Fejlesztési Ügynökség, Norvég Külügyminisztérium, Norvég Külügyminisztérium, ismerjük, hogy mi az elkötelezettsége, bár ugye nem Európai Uniós tagról van szó. Hát kérem szépen, ennyit szerettem volna mondani, 53 perc, 30 másodpercnél tartok, és itt bizony majd megjelenik egy második videója ebben a listában, ami ennek lesz a folytatása, ami a társadalmi biztonság, tehát society, safety of the society, ennek az orosz kifejezése még jobb, mert ott ez a pászlasz, tehát veszélyek nélküli társadalom, a 21. században ezzel fog foglalkozni, mégpedig ebből a krédóból kiindulva, ami az én krédom, hogy a gondviselés, lelkiismeret és szeretet legyen a percepciók, a társadalmi percepciók, tehát a vélt megítélések, felfogások meghatározója, e szerint működjenek a társadalmak. Hát, hogy lehetséges, ez nem véletlenül itt egy kérdőjel.
Ez majd ott erősen felvetődik, és én nem azt állítom, hogy lehetséges, csak jó lenne, ha lehetséges lenne. Köszönöm figyelmüket, és hát a következő videóig várom a figyelmüket. Viszont hallásra!